Szép napot kívánok mindenkinek! A Sikeres Nők rovatának a mai vendége Tallos Rita, színésznő, rendező, aki mindig is egy küzdőtípus volt. Legyőzte a gyilkos kort, és azóta számtalan szakmai sikereket ért el. Szervusz Rita, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Tudom, és el tudom képzelni, hogy te már nagyon unod folyamatosan erről beszélni, de mondok egy példát, hogy ismerősi körben valakinél most diagnosztizáltak egy ilyen betegséget, és nagyon maga alatt vannak, gondolom, te is ilyen stációkon túlmentél, és lehet, hogy neki segíteni egy picit, hogy hogy kell pozitívan hozzáállni, hogy kell küzdeni, mert ugye most a legfrissebb hírt, hogy már hivatalosan is gyógyultak. Azt én nem tudom, én nyilvánítottam magam, hivatalosan gyógyultam. Na, hogy csináltad azt? Hát úgy, hogy úgy döntöttem, de már én 2 éve úgy döntöttem. Nem tudom, az orvosok ehhez mit szólnak ehhez, mert én 2 éve nem járok orvoshoz. Orvosok mit szólnak hozzá? Hát rád kell nézni. Mi beszélgettünk nem is olyan régen az egész folyamatról. És akkor is beszéltünk az, hogy öngyógyítás folyamatát embernek el kell indítani, de nem olyan könnyű az, mert mindig fejbe vág ez a dolog, és akkor onnan el kell indulni. Hát mindenkit fejbe vág, hogyha megtudja, hogy beteg, de én úgy gondolom, hogy ezen túl kell esni, és akkor azzal foglalkozni, ami az élet. De ez könnyű kimondani, nem? Ez, amit ha valakinek az, hogy ne idegeskedj, akkor nem fog nem idegeskedni. Tehát azt kellene kapaszkodok. Én úgy gondolom, hogy lelki okai is lehetnek. Mindig hozzáteszem, hogy is, hogy nehogy bárkit megbántsak. Erre már volt már példa. A magam dolgáról beszélve igenis lelki okai voltak, igenis tudom, hogy mi volt az oka. Orvosolni lehet a dolgokat, a betegségeket, úgy gondolom, hogy hogyha az ember megszünteti az okot, vagy túllép rajta, vagy lapoz, vagy adakta teszi a problémáit, velem ez történt. És de szerintem mondjuk, nem is rákom volt, hanem úgy hívták, de ez egy lelki probléma. De ember, én azt gondolom, hogy akinél lelki okból fakadóan alakul ki valami. Mert van, akinek genetikailag van úgy, van, aki lelki alapon, de akinek lelki alapon felismeri, hogy ez mihez kapcsolódik, hol alakult az egész, már ott kezdődik a gyógyulás, mert az képes ebbe feldolgozni. Valószínűleg, teljesen igazad van, velem is ugyanezt történt. Mellesleg tényleg azért idegesít, vagy már unom, vagy ezt az egészet, mert mindenkivel én nagyon türelmes vagyok, és mindenki, aki ír Facebookon, vagy bárhol annak válaszolok, vagy megszólítanak az utcán, vagy a közértbe, hogy hogy van, de nagyon jól esik, vagy a piacon, hogy jól van. De igen, azt mondja, úgy kérdezem, hogy minden rendben? Mondom, igen, nagyon kedves. Tehát nagyon jól esik. De ezek a, tehát ez a gyilkos kor, meg ezek, én úgy gondolom például, hogy a szifilisz sokkal kellemetlenebb dolog. Tehát vannak sokkal kellemetlenebb sokféle betegségek az életben. Rita, sokféle gyilkosság. És ha az ember ezen túllép, akkor az a példa. Tehát nem kell erről beszélni. A férjem mindig azt szokta mondani, de kell róla beszélni, abban is az kell róla beszélni. A férjem azt szokta mások mondani, számára, nem magad miatt most már, hanem mások igen, miatt. Igen, de a vereséget fölösleges, a győzelmet meg nem kell megmagyarázni. Tehát itt vagyok példa, bárkinek elmondom szívesen, illetve nincs mit mondani, mert saját maga életét kéne mindenkinek élnie, és rendbe rakni az agyát meg a lelkét, és azt hiszem, hogy az nagyon sokat segít. Várja, ugye te azóta szakmailag is fantasztikusan lépsz előre. Tehát rendezel, sikeres darabokat rendezel, így van. De ehhez kellett az a pozitív hozzáállás, mert ha valaki önsajnálatba süllyed, akkor nem tud előre haladni. De most nem is, már régen volt egy bemutató. Igen, a Naptárlányok a Pesti Magyar Színházban. Már csillog a szemed, látom már, na végre igen, arról beszélünk. Igen, engem csak ez érdekel. Mi bajom volt, meg ez múlt. Nem világos, érdekes. Az világos, az érdekes, világos, hogy mit csinálok. Azt, hogy de azért ne felejtsük el, ugye, hogy a naptárat lehet kapni erről a darabról, azt igen, eladjátok is, annak a bevételét. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Onkológiai Központnak a rehabilitációs osztályára kerül. Itt van a plakát, nem tudom, hogy lehet-e látni, vagy... Hát így mutatod, akkor biztos lehet látni. De itt erről beszélek, hogy mégis vannak összekapcsolódások ember lelkében. Amikor te rendezel egy darabot, akkor benne van a te egész életed, annak a tapasztalatai, picikorodtól kezdve, ahogy nagymamához bújtáltól kezdve, ami jó vagy rossz történt,
mai napig, ha nézzük, abból vagy, és az vagy te. És ez mit benne van, amikor rendezel a darabot? Ez valószínűleg csak, hogyha én ezen gondolkoznék, akkor nem lenne időm rendezni. Tehát ezt te elmondhatod rólam, csak én megcsinálom a dolgomat, és miután megkaptam azt a lehetőséget, kaptam életemben először egy nagy színházi lehetőséget, ahol remek színészekkel, hát, milyen Hegyi nevek? Barbara, mondd a Ivó Éva, Udvarias Ancsa, Tóth Enikő, tehát remek színészekkel, Fazekas Szabolcs, Bede Fazekas Anna, remek színészekkel dolgozhatom, mindenkivel, akire vágytam. De miért rendező vagy akkor már? Mondjuk szakmailag. Miért rendező? Hát aki ezt nem pontosan... tőlem kéne megkérdezni, hanem a színészek. De milyen típusú rendező vagy, aki pontosan tudja előre, hogy honnan indul és hova akar eljutni, melyik színésztől mit vár, vagy a próba folyamat közben hagyja, hogy alakuljanak a dolgok? Ez is az is. Ez ugyanaz, hogy nincsen típusom férfiben sem. Tehát én nem hiszek abban, hogy csak a fekete és a barna szemű pasik, akik nekem bejönnek. Tehát az meg kell ismernünk egymást. Egy mi rendezés. Hát azért, mert ez az ugyanolyan típus, tehát amit mondasz, hogy valaki így rendez, vagy úgy rendez, biztos. Én úgy rendezek, először is felkészült vagyok, tudom, hogy mit akarok, tehát nagyon fontos, hogy kompatibilisek legyenek a színészek egymással, tehát a szerepeket úgy válogatom össze a színészeket, hogy nem csak a karakterre, hanem egymással is jól működjenek, ez sikerült, és azt hiszem, hogy ez fél siker. És utána először is bekerültem egy oroszlán barlangba, az oroszlánok közé, hiszen valaki nem egy, úgy mondják, hogy szőröstökű rendező, hanem nemrég kezdte ezt az oldalát a szakmának, illetve ezt a szakmát, annak sokkal nehezebb. Tehát nekem meg kellett vívnom egyes színészekkel, akik először nem akartak elfogadni, vagy nehezen fogadtak el, de én azt vettem észre, hogy győztem. Tehát nagyon jó hangulatban, remekül próbáltunk, eleve a lányokkal, tehát a színésznőkkel eleve nagyon jó volt a hangulat, az meg kiderült a fotózáson, amikor a plakátot fotóztuk, és utána ugye megcsináltuk a naptárt, mert ez a történet igen, arról szól, hogy egy nőegyletben, ez egy igaz történet, egy nőegyletben, Angliában, egy kisvárosban, egy nőegyletben az egyik nőnek a férje rákos lesz, meghal, és az ő emlékére akarnak a kórházba a nagyon rossz állapotú szófa helyett venni egy szófát, egy garnitúrát, hogy legyen hol ülni a hozzátartozóknak, míg várják a kemoterápiás férjüket vagy felesége rokonukat. Viszont nincs pénzük, és akkor mivel naptárt szoktak kiadni minden évben a hegyekről, dombokról, épületekről, kitalálja Hegyi Barbara figurája, akit egyébként a filmben a Helen Mirren játszott, igen, tehát egy elég igen, jó kis film volt, kitalálja, hogy csináljanak naptárt, ám de akt naptárt ezek magukról, tehát a nőegyletről. És most én 50 plusz és 60 pluszos nőkről beszélek, ami azért fontos, mert a nőiséget úgy gondolom, hogy valaki 80 éves akkor is nő maradhat és lehet, hogyha ő úgy dönt. Tehát itt döntések vannak. Ez az egyik oldala, hogy miről szól a nőkről. A másik oldala, hogy egy kis csoport, nők mit tudnak megcsinálni, és milyen erősek tudnak lenni, és mire képesek egy ügyért. És ugyanezt csináljuk, és ugyanígy megcsináltuk ezt a naptárt, amivel a nézők támogathatják az onkológiai központot. Hát Rita, köszönjük szépen. Mindig kapcsolódik mindennel, tehát ez benne van a te tapasztalataid, a te múltad, a te várakozásod a váróteremben, a kemoterápiára. Hát benne van, hogy minden... nekem is fontos ez így a segítség, van. Így van, és remélem másoknak is. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk az előadásra. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.